Üdvözlöm Önöket, ez a Retrográd, retúrjegy a félmúltba. A kommunista hatalomátvétel után a párt rátette a kezét a futballra is. A játékosokat az állambiztonsági szemmel tartotta. Erről beszélgetek Szegedi Péterrel és Takács Tiborral. Kezdünk. Aréna. Az 1953-ban átadott Népstadion a Rákosi korszak gigaberuházása volt. Zöld sasok. A Ferencvárosi klub végig ellenzéki csapatnak számított. Élcsapat. Kádár János kedvenc együttese az angyalföldi Vasas volt. Dózsások és Vasasok. Futballpolitika a Kádárkorban. Szegedi Péter és Takács Tibor, köszöntelek benneteket a stúdióban. A rendszerváltás utáni időszakból visszatekintve úgy tűnik sokaknak, hogy a Kádárkor legalább a focival foglalkozott. Ez mennyire volt igaz? Részben igaz, hogyha közvetlenül a rendszerváltás korszakára, tehát az elejére tekintünk, hiszen a rendszerváltás elején a futball fölött basáskodott az állam korábban, ő támogatta, ő tartotta fönt, és hirtelen kivonult. Tehát abban az időben, a 90-es évek elején kétségtelenül úgy tűnt, hogy egy aranykorszak volt. Ha azonban azt nézzük, hogy a 40-es évek végéig volt egy erős polgári Magyarország, egy civil szféra és egy olyan sportmozgalom, amelyet civil polgári egyesületek tartottak fönt és működtettek, és a kommunista időszak ezt a sportmozgalmat gyakorlatilag megfojtatta, illetve államosította, akkor már jóval árnyaltabb kép élhet bennünk a Kádár-rendszer sportpolitikájáról. Az, hogy foglalkozott a focival a Kádárkor, de nem csak a Kádárkor, és majd itt érdemes lesz a műsor által tárgyalt időszakokat némiképpen átírva, vagy újraértelmezve a Rákosi korba is visszatekintenünk. Tehát, hogy foglalkozott a pártállam a focival, az tulajdonképpen mit jelentett? Mit jelentett a foglalkozás a focival abban a rendszerben? Több dolgot. Egyrészt kialakított egy olyan struktúrát, amelyben egy hierarchizált és centralizált szervezeti struktúrát, amelyben szemmel tudta tartani ezt a területet. Ennek egyik eleme volt, ahogy Péter mondta, hogy gyakorlatilag a már meglévő egyesületi rendszert átalakítva, megszüntetve részben a 45 vagy 48-49 előtti időszak által felhalmozott javakból élt. Másrészt pedig ezt a felügyeletet, ezt a foglalkozást kiegészítette maga az államvédelem, vagy az állambiztonság tevékenysége, titkos tevékenysége is. Foglalkozni fogunk ezzel is, de azért azt még megkérdezném, hogy mi szükség volt arra, hogy állnaív a kérdés, persze, de azért mondjuk el, nem biztos, hogy a nézőink közül mindenki élt akkor, vagy látja valamelyest azt a korszakot. De mi szükség volt arra, hogy a pártállam ilyen szinten rátelepedjen a futballra? Miért volt ez annyira kiemelkedő? Az, hogy kiemelkedő volt, az főleg a 40-es évek végére és az 50-es évek elejére, tehát gyakorlatilag a Rákosi korszakra igaz. A Rákosi korszak úgy tekintett a futballra, mint egy rendszer legitimációs tényezőre, ahol a sport sikerek révén demonstrálni tudja a világ előtt, hogy a szocializmus a legfejlettebb rendszer, ami létezik, és a sport révén ez kiválóan meg lehet mutatni a világnak. 56 után azért változott a helyzet, már nem volt szüksége az államnak, hogy ezt a szerepét demonstrálja a rendszernek. Onnantól kezdve már nem az volt az érdekes, hogy szervezi a sportéletet, támogatja a sportéletet, hanem inkább a megfigyelésre, tehát felügyelte gyakorlatilag inkább a sportéletet, és valamilyen szinten szabadjára engedte. Az állambiztonsági szervek azok milyen szinten folytak bele a futball életbe? Gondolok itt, és most csak rövid választ kérnék, ki fogjuk majd egy bejátszás után fejteni bővebben is, tehát gondolok itt arra, hogy a szurkolókat figyelték, a szurkolói csoportokat, vagy pedig a játékosokat, azoknak a családjait. Játékosokat és szurkolókat is különböző okok miatt. Ez abban is tetten érhető volt, hogy adott esetben játékosokkal szemben valamilyen retorziót alkalmaztak elhajlás vagy kilengés esetén? Igen, tehát alapvetően persze megfigyelték őket, sokszor ennek a ma már nem látjuk az értelmét, tehát alapvetően megfigyelésben merült ki, de alkalomattán mondjuk egy-egy játékos nem utazhatott ki mondjuk egy olimpiára, külföldi túrára, ez mindig benne volt a pakliban. Kifejezetten mondjuk bűnvádi eljárás nagyon kevés játékos ellen indítottak ugyanakkor. Nem ehhez a korszakhoz kapcsolódik szorosan, amelyről most beszélgetünk, az 50-es, 60-as évekhez, 1985-ből nézzük a honvéd játékosoknak a búcsúját. Ma késő délután a Vasas Fáy utcai telepén honvéd labdarúgókat búcsúztatott Reményi Gyula altábornagy, a labdarúgó szakosztály elnöke. Gulyder Sándor, Pál József, Pintér Sándor
és Kozma Mihály ugyanis ma húzta fel utoljára a focicipőt a Honvéd Partizán Belgrád mérkőzésen. A négy válogatott labdarúgó 1244 MB1-es mérkőzésen szerepelt a Honvédban, 312 gólt rúgtak, és 86-szor öltötték magukra a címeres mezt. Röviden, hogyan tovább? A labdarúgástól senki nem válik meg. Nem válok meg, a Honvédnak a kapusedzője vagyok, és van egy görög büfém, ahol szeretettel látom a szurkolókat. Én a sportot tartom a életem fő céljának, hogy megvan a szervezőm és a szakedzőm, természetesen, hogy az edzői pályát választom, hogy a közeljövőben már szeretnék felnőtt csapattal foglalkozni. Egyébként pedig az érdi VSC-ben még vasárnaponként azért pályára lépek, és szeretnék nekik is olyan használni legalább, mint a Honvédnak. Hát én azt hiszem, hogy 20-25 éves pályafutás után nem hiszem, hogy más pályát lehet választani, mint a labdarúgást. Szintén ugyanúgy vagyok én is. Én a Serdülő Egynek vagyok az edzője. Itt a budapesti Honvédban szeretnék továbbra is tevékenykedni. Ha már a Honvédnál tartunk, azt hiszem nem nagy meglepetés, illetve nem nagy újdonság senki számára, hogy akkoriban az átigazolások azok nem úgy működtek, mint ahogy most működnek. Például a Honvédnak voltak egyéb eszköze is arra, hogy tehetséges játékosokat megnyerjenek, arra, hogy a csapatban játszanak, akár vidékről, akár más csapatoktól. Például kinézett egy két éves sorkatonai szolgálat akkor, hogyha éppenséggel nem a Honvédba szerződik le valaki, esetleg nem akarna oda menni. Ez mondanom sem kell, hogy egy fiatal futbolista történetében a karrierének lényegében a derékba törését jelenti. Milyen egyéb eszközökkel próbáltak meg csapatok játékosokat szerezni még? Hát az 50-es években durvább eszközök is voltak, akkor maga a legfelsőbb sportvezetés, a legfelsőbb pártvezetés, politikai vezetés szólt bele mondjuk, hogy a Ferencváros, illetve akkor már Kinizsi labdarúgóinak melyik együttesekbe, Honvédba és máshol kellett igazolniuk. 56 után ez azért lényegesen megváltozott, akkor már nagyon sokat számított az, hogy milyen erősségű volt az a bázisszerv, ami egy-egy csapat mögött állt, milyen anyagi lehetőségekkel rendelkeztek. Nyilvánvaló, hogy még egy tehetséges vidéki labdarúgónak nagy előny volt, hogy a Fradiba játszon, de egy idő után már lehet, hogy az is előny volt, hogy minél többet tudjon keresni, hiszen habár elvileg ugye amatőr szisztémába játszottak a játékosok, gyakorlatilag ez a kvázi profi struktúra működött a mélyben. Ez, hogy amatőr státuszban voltak, ez ugye azt jelenti, hogy mondjuk valami fedőfoglalkozásuk volt nekik, tehát a belügyesek csapata, mindenki belügyi dolgozó volt, a Honvédnál mindenki a honvédségnél dolgozott, a szakszervezeti csapatoknál pedig mindenki a szakszervezetnél. Az 50-es években alakították ki ezt az úgynevezett bázis alapú működését a sportegyesületeknek, tehát a részben szakszervezetekhez rendelték a sportegyesületeket, részben minisztériumokhoz, főleg kettőhöz, a belügyhöz, illetve a Honvédhoz. Ez egészen a 70-es évek elejéig állt fönt ez a rendszer, tehát minden egyes labdarúgó az a bázis vállalatnál dolgozott hivatalosan, gyakorlatilag nem kellett bejárniuk dolgozni legtöbb esetben. A 70-es évek közepén kezdett erjedni a rendszer, és akkor vezették be, hogy az egyesületek alkalmazottjai legyenek a játékosok. Ugyanakkor ott is hát történtek bizonyos visszásságok, tehát különböző rejtett módokon fizettek még plusz jövedelmet a játékosoknak. Tehát előfordult, hogy például egy vállalatnál is alkalmazott volt egy játékos, és akkor, vagy egy edző, és akkor ott a premizálásból részesülhetett, ami egyébként egy kiváló fegyver is volt ellene, hogyha nem úgy teljesített, akkor megvonták tőle a prémiumot. Ez a vállalati dolgozó státusz, azért azt rögzítsük, tehát az életben nem volt bent annál a vállalat, vagy a borítékérvendbe, vagy a papírjait aláírni legfeljebb. Az viszonylag kevesen voltak olyan edzők, akik egyébként meg az esztergagép mellett dolgoztak. Igen, egy tehát a többségre csapatban. Ez jellemző, de azért egy-kettő játékosnál azért elképzelhető. Volt ilyen egyébként Győrben például, ahol az egyik edzőt megbuktatták a játékosok, és felajánlották neki, hogy mostantól nem lesz edző, de ha gondolja, akkor vállalatnál továbbra is könyvelőként dolgozhat. Tehát ilyen nagyon furcsa esetek voltak ebben az időben. A közönség részéről apáink még elmondhatják, hogy bezzeg akkor, hogy mennyien voltak egy NB1-es meccsen, meg hogy egy Fradi Újpestre sokszor kicsi volt a Népstadion is. De mégis, tehát mit lehet elmondani arról, a közönség az hogyan viszonyult akkoriban a futballhoz, nem csak budapesti élcsapatokat, gondolom, hogy itt most említenünk kéne, hanem a vidéki, akár jobb csapatokat is, de mondjuk azt, aki a Megye 2-ben játszott.
Az egyik tényleg ez a jellemző vonása a korszaknak, hogy jóval nagyobb tömegek jártak ki a meccsekre, és ez jóval nagyobb feladatot adott a hatalomnak is, úgy közrendvédelmi tekintetben, fenn kellett tartani a rendet ugye a több tízezer nézővel játszott mérkőzéseken, de a korszakban, főleg a 70-es évek elejéig, ez komoly politikai kihívást is jelentett a rendszer számára. Nyílt titok, ugye ellenségnek tekintették főleg a Ferencváros labdarúgóit, és úgy gondolták, hogyha ezt a nagy közönséget bizonyos elemek provokálják, akkor mondjuk egy 10-20-30-40 ezer ember vagy fős rendszerellenes tüntetésekre is sor kerülhet, és ezt mindenféleképpen meg akarták akadályozni, előzni. Fradi Honvédot nézzük 1988-ban. 21. perc az első félidőben, Csekap kiugratás becselezi magát a 16-osabb Vellőre, és az elfekvő Józsa mellett a kapu jobb sarkával lő. 1-0 Honvéd javára. Ez pedig már a második félidő, 5. perc, Sas két védő mellett viszi el a labdát, a 16-oson Vellőre gólít, és elegáns mozdulattal Kovács Kálmán a hosszú sarokba lő. 2-0 Honvéd javára. Egy perccel később Fodor mintaszerűen beadja középre a labdát, Gregor pedig estébe lő Józsa kapujába. A Honvéd már 3-0-ra vezet, és azért volt a Ferencvárosnak is helyzete. Pintér lövését Disztül Péter és a kapufa együttes erővel menti. A végeredmény Ferencváros-Budapesti Honvéd 0-3. Arról már beszéltünk, hogy a politika ahol csak tudott beleszólt, sőt irányította a futball életet, a focistáknak volt-e arra lehetőség, hogy a politikára nyomást gyakoroljanak, volt-e valamilyen alkupozíciójuk, abból adódóan mondjuk, hogy tízezrek látogatták a mérkőzéseket, amelyeken ők játszottak? Szerintem ez főleg az 50-es évekre igaz egyébként, tehát amikor tényleg egy hatalom volt a futball. És ugye lehetett tudni azt, hogy mondjuk egy Puskásnak szava van, hogyha ő bemegy a Farkas Mihályhoz, aki ugye egy rettegett alakja volt az államaparátusnak, azért ő el tudott érni. Igen, ott ő eleve azért bejutott a honvédelmi miniszterhez, egy focista, igen, ne felejtsük el. Igen, tehát mindenféle anekdoták terjedtek el arról, hogy ő milyen szabadon és nyugodtan tudott beszélni ezekkel a nagyhatalmú urakkal, de azért ez keveseknek adatott meg, és valószínűleg aztán a 60-70-es években már egyre kevésbé volt erre példa. Ide kapcsolódik egyébként, hogyha már erről beszéltünk, Farkas Mihályról és Puskásról, Szabó Sándornak az ügye, akinek az érdekében nem sikerült hatékonyan szót emelni a Puskásnak. Szűcs Sándor, bocsánat, igen. Igen, az ő esetében ugye egy újpesti Dózsának egy labdarúgjáról van szó, akit ugye diszidálási vagy illegális határátlépési kísérlet miatt ítéltek el és végeztek ki. Az ő esetében ugye az volt a súlyosbító tényező, hogy szóba került, hogy ebben az időben ő is belügyi alkalmazott volt, tehát ez még súlyosabban esett alatba, tehát ha egy rendőrtiszt akart diszidálni. Egyébként maga Puskás sem is ugyanebbe a helyzetbe került pár évvel később, ugye 56-ban Ciborral is Kocsissal együtt ugye kint maradtak, és ők mint katonatisztek a rendszer értelmezése szerint hazaárulást követtek el, és ezért folytattak ellenük titkos nyomozást pár évig, a 60-as évek elején aztán ezeket meg is szüntették. Nem lehet megúszni persze a korszakot anélkül, hogy Puskásról ne beszélgessünk egy kicsikét részletesebben is. Abszolút a rendszer legitimációjának az egyik legfőbb szereplője volt. Más kérdés, hogy ő nem akarta legitimálni a rendszert föltétlenül, ő egész egyszerűen focizott, őt azért a rendszer a zászlajára tűzte, hogy ilyen csúnya képzavarral éljek. Aztán, amikor ő disszidált, elhagyta az országot, és nemzetközi porondon is a legsikeresebbek közé, klubcsapatoknál is a legsikeresebbek közé verekedte magát, akkor Magyarországon a rendszer hogy viszonyult hozzá? Én most csatlakoznék az előző témához, Szűcs Sándor és Puskás Ferenc neve hangzott itt el, mert nagyon érdekes, és erre ezzel együtt válaszolnék is a kérdésedre, hogy az emlékezet hogy kezelte a hivatalos, úgymond a hivatalos emlékezet ezeket az embereket. A 70-es évek elején jelent meg egy könyv, egy nagyon népszerű könyv, ahol a válogatott labdarúgókat mutatták be,
És ugye ez a két ember is, Szűcs Sándor és Puskás is megkerülhetetlen volt. Szűcs Sándort elintézték annyival, ugye méltatták az érdemét, és a végén annyit írtak, hogy az 50-es évek elején súlyosan vétett törvényeink ellen. Hogy aztán mi történt vele, és őt kivégezték, arról egy szó nem hangzott el a könyvben. Puskás Ferenc pedig, kapcsán pedig az az érdekes, hogy ugye Orr György, a 20-as évek nagy sztárja is szerepelt a könyvben, akit nagyon hosszan méltattak, mint a eddigi legjobb magyar labdarúgót. Tehát a hivatalos emlékezet ezeket a labdarúgókat vagy gyakorlatilag elpróbálta el valamilyen szinten, ameddig lehetett eltüntetni az emlékezetből, vagy pedig az érdemeiket próbálta kisebbíteni. Az állambiztonság milyen módon próbált meg belelátni a futballvilágba, akár az öltözők világára, vagy a klubok világára gondolok, akár a szurkolókra. Adja magát a feltételezés, hogy nyilván voltak emberek, akik be voltak ütve a céghez onnan is. Alapvetően két eszköz, illetve három eszköz állt rendelkezésre. Ugye a legközismertebb az ügynökök, hálózati személyek beszervezése, de ezekben a klubokban, mondjuk a Honvédnál, Dózsánál adódott, de máshol is voltak hivatalos tisztek, elhárító tisztek, tehát a Honvédnál, hogyha a Honvéd csapata mondjuk ment egy külföldi túrára, akkor a katonai elhárítás egy a Honvédhoz delegált tisztje is velük tartott, vagy a alkalomattán mondjuk a olimpiai csapatot nem csak ügynökök kísérték ki, hanem a sport elhárítással foglalkozó operatív tiszt is, illetve alkalomattán különböző alkalmi kapcsolatokat tudtak kiépíteni egy-egy túrára, illetve voltak olyan személyek, csapatvezetők, akik pozícióknál fogva kapcsolatba kellett, hogy álljanak, vagy szóba kellett, hogy álljanak az állambiztonsággal, társadalmi és hivatalos kapcsolatokként. 88-ban vagyunk ismét, Dózsa Vasas. Többet engedhetette meg magának egy focista akkoriban, mint egy átlagember. Gondolok itt például olyasmire, hogy egy külföldi útról hazatérve meg volt rakva mondjuk karórával, vagy farmer nadrággal, vagy egyéb itthon kelendő termékkel is a sportáska. Mindenféleképpen. Tehát beszéltünk már arról, hogy gyakorlatilag ezek a játékosok nem profik voltak, viszont a 60-as évekig azt lehet mondani, hogy a játéktudásuk viszont az európai élvonalba tartozott, vagy a világ élvonalába. Ha már nem is voltak ugye a legeslegjobbak, viszont ezt hivatalosan sokszor nem lehetett még ilyen bázisszervvel és prémiumokkal sem kiegyenlíteni, ezért a sportvezetés az 50-es évektől kezdve szemet hunyt a seftelések, csencselések, csempészetek felett, és gyakorlatilag ez volt egyfajta kiváltság vagy kegy, hogy nem csak az, hogy utazhattak, ez az 50-es években, 56 előtt különösen nagy kegy volt, hanem az, hogy amit behoztak, azt általában sikerült vámmentesen elintézni. És ez egy gyakorlatilag egy féllegális vagy bizonyos szinten köztudott rendszer volt. Ez egy átlagembernek nem adatott meg. Beszéljünk egy kicsit arról, eddig még nem érintettük, pedig szerintem fontos lenne a műsor bevezetőjében is egy mondat erejéig szó esett róla, mégpedig a Népstadionról, ami egy emblematikus beruházása volt, illetve lett volna a Rákosi rendszernek. Tulajdonképpen igazából a mai napig nem készült el, most már inkább bontásra kéne, hogy ítéljék végérvényesen. Szóval ez a stadion tulajdonképpen milyen célt szolgált, és aztán milyen szerepet töltött be? A stadion történet egyébként még régebbre megy vissza, mert már a 20-as évek elején tervezték megépíteni, olyannyira, hogy törvény született róla 1921-ben, hogy egy nemzeti stadiont kell felépíteni, és ez folyamatosan napirenden volt, és hát végül is 53-ban készült el a Népstadion. Nyilván a sztálinista kornak az egyik emblematikus
alkotása. Ez olimpiai stadionnak készült eredetileg. Az eredeti terve az volt, hogy egyszer majd Budapest olimpiát rendezés, ez lesz a központi. Budapest a 10-es évektől szeretett volna olimpiát rendezni. Tehát ez mindig is jelen volt, és hát egyfajta szimbólum az is, hogy nem lett a mai napig sem befejezve, ugyanakkor nyilván a magyar futballnak, és nem csak a futballnak, hanem a magyar sportnak egy nagyon fontos létesítménye, hiszen az összes nagy válogatott meccsek, a sikerek azok ehhez a stadionhoz köthetők. Kádár Jánosnak a kedvenc csapata a Vasas volt. Miért pont ez az együttes? Talán ő erről sosem beszélt, tehát nyilvánvaló, hogy valószínűleg ő, mint ifjú munkás, és ugye az illegális, illetve a legális szociáldemokrata, illetve illegális kommunista mozgalomban betöltött szerepe miatt, mint egy predesztináltára, hogy Vasas szurkoló legyen, hiszen a Vasas ugye a Vasmunkás Szakszervezet csapataként mindvégig szociáldemokrata kötődésű volt. Ő erre 45 után tudatosan rá is játszott, tehát vasaszurkolóként jelent meg, 56 után is. Az már más kérdés, hogy 56 után már nem nagyon látták a Fáy utcában, illetve a Vasas más pályáin. Egyetlen percünk maradt, Fradiról sem beszélgettünk, pedig kellett volna. Azt kevesen tudják, hogy volt az a csapat piros-fehér is, nem csak zöld-fehér, ugye ismét csak az említett korszakról beszélünk, sőt ugye nem Fradi, hanem Kinizsi néven szerepelt. Mégis valamelyest az ellenállást, az ellenzékiséget fejezte ki az, hogyha a Fradi Drucker az ember, és a Fradi Druckerek mindig is Fradinak hívták, szinte az egy percig nem volt köztük Kinizsi. Miért volt ellenzéki a Fradi? Vagy fradistának lenni miért jelentett ellenzékiséget? Volt a Fradinak egy elég markánsan jobboldali korszak a 40-es években, amikor Jaros Sándor volt a klubnak az elnöke, tehát ekkor született az a mondás is, hogy nem minden fradista fasiszta, ha jól emlékszem, de minden fasiszta fradista, tehát el is könyvelték az 50-es években, hogy itt egy szélső jobboldali sportegyesületről van szó. Nem szüntették meg, nyilván az óriási felháborodás keltett volna, viszont nagyon kemény retorziók érték az egyesületet, legjobb játékosaikat átirányították már savá 40-es évek végén, és nyilván itt a kommunista hatalom rá is játszott ezáltal arra, tehát ez tovább gerjesztette azt, hogy ez egy elnyomott csapat. Nem tudjuk, hogy mi történt volna, hogyha ezt nem. Ez pedig az ellenzéki attitűdöt csak erősítette a drukkolókba. Szegedi Péter és Takács Tibor, köszönöm szépen, hogy itt voltatok nálunk. Köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a Retrográd, a Hír Televízió visszatekintő műsora. Írjanak nekünk a retrograd@hirtv.net e-mail címre, korábbi adásainkat pedig keressék televíziónk honlapján. Búcsúzunk Önöktől, jövő héten folytatódik a Múltidézés.